Először is szeretnék megnyugtatni minden Michael Smith rajongót, hogy nem fogadtam Michael Smith győzelmére. Úgyhogy nem kell tartani, nem kell aggódni. Ezt biztos örömmel hallják. Különben nagy lenne a baj. Az is rossz szó, mert állítólag, hogyha valakinek a képét kirakjuk, és az alá lehet írni a hozzászólásokat, mert ezen a képen bizony Michael Smith szerepel. Mennyi mindenre kell már figyelnünk, amivel befolyásoljuk a világbajnokság végkimenetelét. Nagy a teher. Bolton óriási fordítással megnyerte, tehát az első szettet Begis ellen. Kilencvenötös. Hát ez nem jól jött ki az a öltözőből, vagy pihenőből Bolton. 59. Hát nem a legjobban, de egyikük sem. Hát egyikük sem, és most Bolton belehúz. 88-as átlagon van Andy Bolton, Begis 80,14. Ami Boltonnál szenzációs, az a 3-ból 3 kiszálló nyíl, tehát még nem hibázott duplára. 140. Van, ez nagyon megy neki. Lement 93, eltűnt a kijelzőnk. 103 pontja van Begisnek. Ez délután is így volt sajnos. Akkor rosszul mondtam. Akkor nem annyi volt, akkor 104 volt. Danny 93-ra nem sikerült. Na nézzük, a dupla húsz megvan. Bedobja a dupla húszat. Látszik Boltonnak ez a hobbija, hogy elengedi az ellenfelet, aztán űzi hajtja, mint valami vadász a vadat. Nincs meg neki a feeling, hogyha vezet? Az a jó, olyan izgalmas. Százas. Na. 180. De valóságos gyárat épített a 180-ak termelésére Bolton. De jól számolom, a hatodik talán már. 97. Igen, jól számoltad. Ez akár White-ot is behozhatja, aki ugye 8-at dobott összesen. Nincs tripla most Begisnél, és jó, még szektoriba is befigyel. És már figyelemre kísérhetjük legalább a pontok alakulását is. Na most. Ez előbb Bolton dobta be, bocsánat, azt a dupla 20-at. Na, 24. Bedobja a harmadik nyíllal. 2-0-ra vezet. Azért az a 92-es átlag, amivel most Bolton játszik, azért elég nagy nyomást helyez Begisre, nem nagyon tud felnőni a feladathoz. Megint elszállt egy kicsit a kijelző. Ez így nagyon nem lesz jó, hogyha nem látjuk folyamatosan, nem tudjuk követni a... Nem tudom, tegnap például a rendező is elég érdekes, Potter is elég érdekesen váltogatott képeket.
meg azt hiszem talán most volt délután is a Kyle Anderson meccsnyíltról lemaradt teljesen. Ez a szép volt, az a dupla egy, öt dupla egy kombó, 9 pontra. Na akkor mondom, mert egyébként mind szerencsére tudjuk ezt. Ha itt van, igen, ezt akartam pont mondani, 2.79-re jön meg is. De oké, csak hát ez miért nem lehet valamilyen, nem létezik, hogy nem lehetne megoldani azt a táblát, letenni a bal alsó sarokba, vagy a jobb alsó sarokba kicsinyítve. Jó kérdés. Mert így marha érdekes. 178-ra meg is. Az 94-jel 84-re megy le. Bolton 2.84-en van, nagyon magasan. Mert hetedik már. 84 ponton van meg is, itt van igen, 104-en. Megvan a tripla és a dupla 18, gyönyörű két nyíl, 14 nyilas leg Danny Bagish-től. Nagyon szép volt. Na, meddig? Meddig látjuk vajon? Egyes! Hoppa. Ajaj, csak 41. Ez még kezdésként is rossz, nem, hogy hátsó pályán. 60. Ez is 60. De kerülik most a tripla 20-at, mint a harapna. Nézd oda, nem tudnak tripla 20-at dobni. Hát már hanyadik kör, körbe lövöldözik, körbe dobálgatják, de egyszerűen nem tudnak bele találni. Hát van ilyen találni. Egyébként előfordul. Na most igen. És megint jön egy. Uff. Meg a végén Bolton fogja a legtöbbet dobni. De tényleg nagyon komoly esély van erre. Hát mondjuk ahhoz kéne azért még, bár mondjuk még lesz még egy szett, tehát ez a 7-nél jár, 10-12-t simán össze tud dobálni. Most már ne dobjon 180-at. Na az nem jött az 57, de még mindig le tud kerekíteni. 52 maradt. 180, az amerikainak is megvan az első. Jön a 20-as, dupla 16. A kiszállózás a parádés továbbra is Boltonnak. Elsőre bedobja a duplát, most is. Így már 7-ből 5 ez a mutatója. 10-ből 4 Bagishnek. Döntőleg. Ebben a legben is, vagy ebben a szedben is döntőleg, és most már azért megy a szentséggel Bagish részéről is. Hát igen, nem jön jól, amikor te kezdesz egy döntőleget szedten belül, és nem találsz triplát, de Bolton megtette azt a szívességet, hogy ez most nem tényező, inkább mostantól kezd tényezővé válni, hogyha megint nem dob... Óha! Fú, 45. Hát ez már annál inkább probléma, lesz, hogy a következő kör is így telik el. De érdekesen játszik Bolton, mert nagyon gyenge körei vannak, aztán egyszer csak váratlanul a semmiből elővarázsol egy-egy 180-at. Igen, ez nagyon meredek, nem nehéz így figyelni rá, hogy állandóan behajít egyet. Na, 140. Meg is. Na most tud valami nagyot? Jól kezdi. Aj, ez egy picikét fölötte, de így is 140. Hú, de jó kis összecsapás itt a döntő legben, a második szedben. És jön két tripla. 180! De a legjobbkor sült el a keze. Igen. És lent kellett volna kezdeni a 19-esen, így meg kell a két tripla viszont, így nincs kiszálló.
és egyenlíthet meg is. Nem kell kiszállnia, az az érdekes, de azért nyilván megteszi. Megbizony! És 3-2-re megnyeri a második szettet, és ezzel 1-1 az utolsó szünet következik ezen a meccsen.